Ha-hú, zajlik az élet, de te még ilyenkor is gondolsz a holnapra, mert tudod, mindig van miért félretenni. Csak higgy magadban. Az Erste már hisz benned, és segít megtalálni a hozzávillő befektetést vagy megtakarítást az erstebank.hu per félreteszek oldalon. Vágj bele már pár ezer forinttal. Szóval mindenhol ott vagyok, mindenhol megjelenek, kisfiamat nevelem, stb. Akkor is ugyanúgy az lesz most már, hogy én kokainos vagyok. Pedig nem vagyok az, és mégis az lesz mai nap. Vagy mai napig vannak olyan emberek, akik ez egy billó, belém van égetve. Sziasztok! Ez itt a Telex After, én Sajó Dávid vagyok. A mai adásom vendége Széki Attila, vagyis Curtis, az Újpest volt támadója, a Voice coacha, a Starbucks jövendőbeli küzdősportolója. Ezt minden hangszere játszok. És az egyik legnépszerűbb rapper szerintem az elmúlt 15 évből. Szia Attila! Szia, örülök, hogy meghívtál, és köszöntök mindenkit. Nem is tudom, azt mondod, miért elkezdtük az adást, nyilván fociról beszélgettünk, és én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra először is, hogy te alapvetően futballista akartál lenni, ugye? Hogy te profi focista akartál lenni, az Újpestben játszani. Ez csak azért mondom, mert nagyon kevesen, szóval sok ember azt hiheti rólad, hogy ez a focista voltam, ez egy ilyen hobbi dolog. Miközben egyébként, ha valaki profi focistának készül, az egy nagyon komoly lemondásokkal teli élet. Igen, tudod, van egy focival foglalkozó troll oldal, ahol tudod, van, hogy Hívott a Fradi, csak megsérültem, vagy volt az a térsérülés. Szóval nálam nem ez van, én tényleg annak készültem, hát ugye nekem volt NB1-es meccsem is, gólom is van, kupába is van gólom. Igen, nekem tényleg volt egy sérülés. Én tök érdekes, képzeld, hogy amíg meg nem sérültem, amíg tényleg csak a foci volt, még alkohol sem fogyasztottam. Ezt akartam mondani, hogy nekem a családban valaki szintén profi focistának készült, és szintén egy térsérülés, térszalag, keresztszalag? Igen, oldal meg kereszt. Az off, az teljesen, igen. Szóval, hogy azért arra tökkelesebb beszélnek a profi sportban, hogy azért amikor egy gyerek focistának készül, az úgy néz ki, hogy ilyen 6-7 éves korától non-stop edzéseken van, minden a foci, minden a csapat, a nyáron, csapattársai. Nyáron edzőtábor, minden hétvégén meccs van. És gyakorlatilag az iskola az olyan 8-tól kezdve az így háttérbe szorul, mert nem tudsz annyit edzeni, mindenki magántanárhoz járnak a legtöbb, ez baromi sok lemondásra jár, és sok focista úgy nő fel, hogy csak egy dolgot ismer a világon, a focit. Igen. Neked mikor ment tönkre a térded? Hány éves voltál? Kb. Hát amikor elkezdtem játszani az NBA-be, 18. Pont akkor, amikor az embereknek a nagy áttörés megtörténik a felnőtt csapatba. Azért érdekelne, hogy amikor realizáltad, hogy ebből nem jössz már vissza jól, Azaz lelkileg milyen hatása volt? Tehát, mert amikor egy ember egy dolgot akar csak az élettől, profi játékos lenni, első újpestiként az Újpestbe már van is felnőtt meccsed, és én emlékszem arra, hogy azért a tehetségesebbek közé tartoztam, én akkor követtem eléggé a magyar focit, azt el tudom képzelni, hogy rommá tesz téged évekre, hogy ez a lehetőség ez elviszott. Igen, tök érdekes, mert nem tett. Mert a repzen, nyilvánvalóan amúgy mai napig van hiányérzetem, hogy mi lett volna, ha hiába... Még játszhatná igazából? Kb. Most hagynám ebbe az időszakba. És bennem van az, hogy mi lett volna, ha ugye játszok most idéntől már. Öreg fiúk, hivatalos játékos lettem, 34 évesen most már játszhatok. Eddig ugye mindig lehetett egy, aki fiatal. Aha. Úgy játszottam, most már hivatalosan is öreg fiúk lettem, és játszhatok. De hogy igen, benned van, hogy mi lett volna, ha viszont a repzene akkor már... Ugye amikor megsérültem, akkor már kijöttek az Újpesten Egyedem, meg ezek a dalok. Uh-huh. És igen. És meg a Bomba vagy Bébi utána, a Petivel. És így könnyebb volt azért váltani, mert azért egy az, hogy akkor még nem ilyen fizetések voltak. 150 ezer forintot kerestem az Újpestben, az NB1-ben akkor. Most már szerintem megyébe többet keresnek. Nem, abszolút. Nem láttuk bele a fizetésekbe, de ez biztos. Biztos. És én meg nem akartam egy olyan játékos lenni, hogy ott még egy bohóc maradjon, hogy nyilván el tudtam volna még ott... Másod, harmadosztál, blaszba játszol, akkor úgy voltam vele, hogy akkor legyen, vegyük komolyabban a rappet, meg a szövegírást, és akkor, mert akkor már azért éreztem, hogy ebbe van több, ebbe voltak sikerek, mondom, szerették a dalokat, és akkor úgy voltam vele, hogy jó, volt egy kis félretett pénzem, és képzeld el, hogy nekem az akkori
nagy játékosok, mint a Rajci Peti. Kobáttal játszott együtt, Kobát, nem? Rajci, igen. Kabát. Sándor Györgyöt láttam, Gyuri, Liptákot láttam. Aha. Ez a csapat, aha. És a rutinos játékosok, akik több pénzt kerestek, összedobták nekem az első lemezemre a stúdiót. Ezt mondta az Osváth Zsoltnál, és ez érdekes, hogy ezt hogy kell elképzelni, hogy így tudták, hogy az Attila rappel, és akkor oda ment a kabát. Hűítettem a zenékkel őket a öltözőbe, meg sőt, ha hallgatták is, szerették is, a Tisza Tibi mindenki. Aha. És amikor befejeztem a focit, akkor mondtam, hogy hát srácok azon, hogy van egy kéz demo lemez, viszont hát a töltény az hiányzik hozzá, hogy, és első szóra a Fecessin Robi, hogy mondták, hogy találkozunk, és hogy ők ezt odaadnák, és sok sikert kívánnak. Képzeld el. Ez nekem, egyrészt ez olyan szempontból valamire szép, hogy azért ebből látszik, hogy egy csapat és egy klub azért sokkal meg, több, hogy, mint egy... Meg, hogy igazából az, hogy a hip-hopba elindultam, azt is a focinak köszönhetem ilyen szempontból. Mert? Hát ezért, mert hogy ugye a focis karrieremnek köszönhetem, meg a focis millió, vagy csapat tette össze nekem az első lemezre a lét. Amúgy a klubba hogy nézték azt, hogy a jövendőbeli sztártámadójuk gangster rappel próbálkozik? Na azért tegyük hozzá, hogy azért a profi sportoló az nem iszik, nem bulizik, igyekszik úgy viselkedni, hogy ne hozzon szégyent a klubjára. Igen. Vannak olyan szabályok is a szerződésben, hogy te miket hogyan csinálhatsz, és azért Magyarországon túl sok rappert a fociból, sőt, úgy általában előadó művészt a fociból, nem tudsz mondani. Hát kevés olyan van minden esetre, akik a sportba is, és mondjuk a rapbe is elérik mondjuk a top szintet. Igen, igen. Nyilván az országához mérten. Hát figyelj, nekem nagyon egyszerre volt a sérülés, és az, hogy elindult nagyon a repsz. Biztos vagyok benne, hogyha aktívan játszottál volna. Hogyha, igen, egy alapember lettem volna, akkor mondták, hogy figyelj, ez nem biztos, hogy ez egy jó ötlet, meg jó, meg kéne, meg stb. Így azért egyszerűbb volt ez a váltás. Meg nyilván úgy voltak vele, hogy ők is látták, hogy ez már nem lesz sokáig. A hip-hopba hogy kerültél bele? Mert azért ugye az Újpesten éden volt nekem is az első dal, amit láttam tőled, és emlékszem arra, hogy amikor azt láttam azt a dal 13 éve, akkor így néztem, hogy mondom, nem hiszem el, eljött végre a pillanat, elkezdtek a focisták is rappelni. Újpest a negyed, de már fog már fel, ha mondom. Újpest! Mit érzem, nyom magam, mert ez az igaz otthon. Bármerre járok, mindenhol te sokban botlok. Mit születtem, és itt lesz, hogy a sírban tolgok. Nem hiszem el, és ráadásul ott van a Lupó, ott van egy Újpest játékos mellett a klipben, mondom, mi a franc? Hogy kerültél te a hip-hop közébe? Mert azért a magyar foci és a rap zene Újpesten kívül viszont kevés helyen ér össze ennyire erősen. Igen. Fú, nekem ez kiskorom, gyerekkori dolog, szóval nekem a testvéreim is hip-hopot hallgattak, sőt a lakótelepen is mindenki, akkor én Dürerkertbe jártam, ott rengeteg rap verseny volt, ugye az NKS, a Nosi, meg a Zenki. Ott is a újpestiek. Igen, ráadásul a Nosi az velem jött ki az első meccsére, meg ugye a Fari, aki Isten nyugosztalja, most hunyt el barátunk, neki gyerekkori barátja, a legjobb barátja volt. Ő általa lett az összefonódás, akkor ugye a Saidékkal nagyon jó vagyok, a Saidnak a... Said és Újpest Drucker? A Said nem Újpest Drucker, viszont aki velük volt a bandába, aha, aki vitte őket fellépni, mindenki, a Luki, az telepi, újpesti gyerek. Aha, aha. És velük is, szóval így ment az összefonódás, és így ugye OSG-k voltak, meg stb. Hát szóval nekem innen indul. Meg ugye mi nagyon jóban voltunk a Zoliékkal, a gangstájékkal, ami ugye nem teljesen mainstream volt már akkor is, hiába ő underground arcnak tartja magát, de azért a Gangsta és Zoli és a Carter az mondjuk az NKS-ékhez. Képes abszolút mainstream volt, az persze. Az mainstream volt. És nekem velük is jó kapcsolatom volt, ugye a tesóim már akkor rengeteg diszkónak a biztonságáért feleltek, és akkor a Zoliék dübörögtek. Aha. És ezáltal hamar találkoztam is velük, 11 évesen a Zolinak a pecsában, a nyakába reppeltem. Szóval én már elég korán bele ízlegettem ebbe, ugye aztán jött az MTVO, ott a külföldi repzenék voltak, azt vártuk kedden. Fogadjunk, West Coast-os voltál. Igen, de igazából én szerettem minden zenét, de nyilvánvalóan inkább a nyugati parti dolgok érintettek meg jobban. Hát azt vártuk a tesómmal, nem tudom, kedd este volt mindig egy, azt tudom, hogy nem olyan volt, mint most a fiatalonak, hogy bármikor, hanem kedd este egy óra, vagy bármelyik nap este egy óra volt,
és ott vártuk, ott fölvette a tesó mindig, és akkor megvolt a kazettán a felvételek. Igaz, hogy a kutyádat Tupaknek hívják? Tupak, persze. Tényleg? De hófehér. Igen, mondta, és a bátyám, én nem, én nem. Szóval neked Tupak ilyen nagy hatása volt rád? Igen, igen. Hát meg az előző kutyámat meg Lamarnak, Kendrick Lamar után, szóval. Akkor az újakat is követed. Igen, újat. Persze. Azért az elmondásod alapján, ugye azt mondtad nekem oda, hogy a legkisebb tesó a fiú tesóid közül. Igen, nekem ugye öten vagyunk testvérek, három bátyám van és egy nővérem. Azért, és na, szóval, hogy a legkisebb tesórás, hogyha ekkora korkülönbség az idősebb tesókkal között, elmondod azt, hogy ők azért diszkokat őriztek, azért ne legyünk álszentek, az nem az a millió, ahova mondjuk elengedi az ember szélesen a kisgyerekét mondjuk egy diszkóba, amit biztonságok őriznek, szóval azért azt képzelem, hogy te azért viszont fiatalon belekerülhettél olyan közegekbe, ahova azért nem kerül be akárki. Ezt jól sejtem? Hát igen, lehet róla szó, igen. Szóval, hogy kicsit mindig azt éreztem, hogy nálad azért a magyar gangster rap, és szerintem nálad azért a gangster rapnek mindig vannak, lehet érezni, hogy te az a gangster rapet éled, érzed, és közel vagy hozzá. Ilyenkor mindig az merül fel bennem, hogy amikor egy magyar rapper ezt próbálja mutatni magáról, az mennyire valós, és mennyire kamu. És nálad mindig azt éreztem egy picit, hogy te azért valószínűleg tényleg láttál ezt-azt egy csomó más ember ellentétben. Ezt jól éreztem? Figyelj, az igazság, hogy itthon hogy ne bántsak meg senkit. Igen. Itthon a magyar ebbe azért sok az ilyen lufi, tudod, ami kipukkad. Szóval én is inkább azt mondanám, hogy inkább a szócsöve voltam ennek az egésznek. Sok mindent láttam, sok mindent hallottam, közelebb voltam, mint mondjuk a többi előadó, vagy többi rapperhez, és így hitelesen tudtam ezt az egészet közvetíteni, de az, hogy valaki gangsterekről rappel, az még nem gangster. És, szóval az a baj, hogy ezt a kettőt, most van egy pár, mondjuk azokat meg nem tartom rappereknek, akik erről rappelnek, de ez nem gangsterek. Szóval egy igazi gangster az nem fog rappelni. Ezt azért jelentsük ki, hogy aki gangster, ha nem seg hülye. Nem seg hülye, akkor nem rappel róla. Ilyet viszont csak olyanok mondanak, akik tényleg ismernek gangstereket. Egy kicsit. Ezért mondom, hogy egy kicsit azért ezt értem nálad mindig, hogy nálad a háttértudás valószínűleg magasabb, mint egy csomó embernél. Na de beszéljünk arról egy kicsit, hogy megsérülsz az Újpestbe, rájössz arra, hogy off a karrierednek, amire készültél, gondolom te 6 éves korod óta. Azt is el tudom képzelni, hogy ráadásul legkisebb gyerek, egész család, gondolom járt az összes meccsedre, diszkonom így volt. Anyukám, mindenki járt, igen. Szóval, hogy utána... Meg hát a barátaim, akikkel együtt voltunk a lakótelepen. Azt képzeld, most is kirázz a ideg, hogy gondold el, hogy első NB1-es meccs. Urbányi volt az edző? Igen, igen. És mondják, hogy becserélnek Kovács Zoli helyett, ráadásul már egy olyan csere, ami tudod, azért túlmutatanál, hogy egy sima csere. A Kovács Zolit a Ferenc Hát ezt megértem, 100 gólt rúgott, én se kedveltem mondjuk a Lipcsei Petit. Tudom. És kinézze a lelátóra, és a barátaid ott van, a tábornak a 80-90%-a barátod, vagy mondjuk egy hete még szurkoltál velük az egyik meccsen. Hogy hát ez nagyon kemény. Ez kb. Olyan, mint mondjuk a Lációval a Dicánió, tudod? Hogy ez nekem túlmutatott mindenen. Aha. Meg túlmutat, hát mai napi. Úgy, ahogy ezt minden meccsel most is. Persze, meg ott van a törzsfejem, szóval minden reggel ott kezdek a reggelivel. Van, hogy a Kabát Petivel, régi szurkolókkal, mostani arcokkal. Pont szombaton forgatunk egyébként a Nosival egy új újpesti szurkolói, ilyen lelátói huligán ultradalt, klippet. És most vannak az egyeztetések, hogy legyen a tábor, ott lesz a Diósgyőr meccs, az jól is fog kinézni. Amúgy tényleg. Jó, de amúgy miért van az? Ezzel sokat gondolkodtam, hogy a magyar média és a magyar könnyűzene, hogyha fociról van szó, akkor az Újpest. Hogy az van, hogy megnézem azt, hogy a magyar fociból kik lettek azok, akik az ilyen kereskedelmi tévézés szintjére eljutottak, itt te jut eszembe, a Kabát Peti jut eszembe nyilván, sőt, nem tudom, emlékszel még a Loser FC című műsorra, a Weberrel, meg az Urbán Flóriánnal, amúgy egy baromi jó műsor, nem tudom, nézted, de én imádtam. De az van, hogy megnézem, ezek mind újpesti játékosok, miért van az, hogy az újpesti játékosok valahogy könnyebben működnek egy tévében, mint bármilyen más csapatjátékosai? Vajon? Mi lehet a titka ennek? Mert nem hogy, tudom. Ez tényleg így van. Ugyanúgy működne az... szerintem. Figyelj, én azt gondolom, hogy a focis, az öltözői vicc és az öltözői lét, az ad egy olyan humorérzéket, egy olyan közvetlenséget, egy olyan
vakert, egy olyan dumát, ami csak ott elfogadott, de mégis megérti bármilyen ember, bárki megérti, és tud vele azonosulni, és szakad a rőgéstől. Szóval azok az rikák, azok a poénok, amik tényleg csak az öltözőbe, a foci öltözőbe mennek, az egy olyan külön csoport, ami szerintem bárhol megállja a helyét, és szerintem rettentően szórakoztató. Szóval biztos vagyok benne, hogyha a Fraditól kerül neki valaki, ugyanolyan vicces lenne. Nyilván ez nem tudom, hogy miért alakult így egyébként, de tényleg így van. De a hip-hop is az olyan, Gangsta, Majka, te, az NKS, szóval, hogy ez így valahogy az új Pest. Hát igen, állatok, hogyha így gondolkodom, hogy jó, nem rapper, de Deák, Bill, akit így igen, meg volt az Aracki nyilván, meg a Kus, szóval nyilván ez kicsit más. De és nálunk még azért van egy Horváth Charlie, bocsánat, ő se olyan. Ezt akartam kérdezni. Nem olyan kis név. Csináltál már közös dalfalistával valahol? Vajon? A Lotfi Begivel. Mindig a szív vezette a lábam, az eszem diktál, de mint hiába. Csókod lehel a sors a számra, a zuhanás végén, mondd ki várnak. Most is készül egy új dal, képzelem. És ez például ilyenkor nem jön elő benned a... Mert azért, dehogy nem, aki Újpesten nő fel, azért abban belenevelik azt, hogy én például a Ferencvárosban nőttem fel, és én se, például azt, hogy lila a műsorom, ez nekem egy nagyon megterhelő. Hát igen, én is nem tudom, hogy támaszkodjak. Igen. Csak ezt mondom, hogy azért belenevelik ott az emberbe azt, hogy van egy törzsi hozzáállás, hogy 4-9-en hát szerint egymás. Hát most, muszáj megmutatnom, na, bocsánat. Mutasd, mit mutatsz nekem? A kisfiam, aki 4 éves. Na. 4 éves. És leigazolt az Újpest focizni, képzeld el. Na, már 4 évesen leigazolnak? Hát 5 éves kort. Hajrá, Lila, igyenek be edzésről. A 4-5 éves gyerekek. És ez csak a Újpest és a Fradinál van. Ez így van. Ezt az identitást, ezt az egészet, ebbe a két klubba nevelik bele már, tényleg az anyatejjel szívják magukba. És szerintem ez a lényege a labdarúgásnak, ez a fanatizmus, ez amikor a tradíciók, ami tradíció számít, és a múltnak a büszke lenni a múltunkra. Mm-hmm. És ez csak ennél a két klubnál, itthon legalábbis ennél érzem. Meg a Kispest mondjuk. Aha. És ahhoz mit szólsz, hogy egyébként az Újpest az egyetlen NB1-es csapat, ami nem a NER tulajdona? Fú, ez figyelj, most inkább azt mondom, hogy szomorú vagyok. Mert így nehéz versenyezni nyilvánvalóan, hogyha lenne egy olyan biztos tulajdonosi kör a klub mögött, akkor mondjuk végre lenne megint egy betétársa a Ferencvárosnak. Így viszont komolytalan. Most ezzel a Fradival bajnoknak lenni, magyar szempontból nem lehet, nem kell Stankovics, mi ketten bajnokok lennénk a Fradival, vagy hogyha ezt a bögrét oda teszed. Én sajnálom, hogy nem az. De szerintem az normális dolog a magyar fociban, hogy te is utaltál fizetésekre például, hogy egészen horribilis összegeket keresnek ma a játékosok. Az összes... Mindenhol ennyit keresnek a focisták. Sőt, nem, hát épp ez az, hogy pont ezt elmondtam ugye az adáson kívül is, hogyha a világ színvonal, az a világot nézed, úgy le van maradva még így is a magyar foci. Tudom, hogy magyar színvonalon rengeteg pénz van ölve a labdarúgásba, de látod, hát úgy ezt ki most a BL-ben, mint szar a vonatból a Fradi. De inkább arra gondolok, Attila, hogy azért azt nézd meg, hogy infrastruktúrálisan ilyen pályák nem voltak a te idődben. Jó, hát ezt tegyük vörös alakon játszottam még a Vasas ellen. Ilyen stadionok, ilyen pályák nem voltak, ilyen fizetések nem voltak, viszont tudod, mivel volt több fizető vendégben? Az Újpestnek az átlagnéző száma is jóval magasabb volt, mint most. Igen. Ezt ki lehet jelenteni szerintem bátran. Hogyha megnézed, válogatottnál, hogy milyen jó. A válogatottnál... De a Fradinál is egyébként csak, azt is ezt sem igen, mondtam, esett, igen. Hogy itt is csak a kirakat nagy meccseken van. Szóval a kecskeméttellel látom, hogy lézenek az emberek. Én csak el akarok kikodni, hogy nem lehet az, hogy az így visszatetszés kell, hogy öntik a pénzt a magyar focitba, közben a nézők meg mennek el a meccsekre, és vagy mindenki Fradi meccsre jár, vagy már az a 100-200 ember mindenhol, aki őrültként eljár a helyi csapat meccseire, és ezt mondom, hogy ez nekem egy kicsit olyan fura, tudod, hogy rohadt sok pénz, magas fizetések, stb. Hát azt én is értem, hogy mondjuk Mezőköves, meg Kisvárda, olyan kis csapatok lettek fölhúzva, amik tök feleslegesen van a felhúzva, mert
Én megmondom őszintén, három csapatba tennék pénzt, hogyha ha én döntenék bárcsak. Ha te lennél a Fidesz. Ha én lennék a Fidesz, nem, ha én lennék olyan pozícióban, hogy ezt eldönthessem, akkor nyilvánvalóan az Újpest, a Ferencváros és a Diósgyőr. Mert ennél a három klubnál van szurkoló, ezek ki is járnak. Nézd, Újpest úgy, hogy konkrétan tényleg az elmúlt években majdnem mindig a kiesésért küzdöttünk, de mégis azért idegenben mindig tele van a vendégszektor, és mindig megvan az az erős mag, akik kijárnak a meccsre. A többiben felesleges, nincsen tradíció, nincs múlt, ezekben legalábbis a Fradiba, Újpestben bele van kódolva a sikeresség. Mm. És bele van kódolva, mint a gyerekek, már a gyerekekben is. Szóval lesz utánpótlás, mind játékos, mind szurkolóbázis. Ez a lényeg szerintem. És te, mint volt focista, hogy érzed azt, hogy jogosak azok a meglátások, hogy egy olyan bajnokságban, ahol minden klub igazából ugyanannak az érdekkörnek a tulajdona, ott felmerülhet az, hogy a pályán történt eredmények nem biztos, hogy őszinték? Ezt nem minden. Szerinted ez kamu? Mert azért tudod, emlékszel arra, amikor a Várszegély volt az NTK meg a Fradi is? Igen. Na érted, azért ott is felmerült az, hogy vajon ott egymásán akkor mit játszik a két csapat? Nem hiszem, hogy ilyenből van. Az igazság, hogy ez már eleve van tudva, ez a bajnokság, mondom. Szóval az, hogy annyira elrugaszkodott a Ferencvárosnak a költségvetés, hogy a többi csapat hol végez, az már mindegy. Igazából mindegy. Uh-huh. Én ezt látom inkább. Beszélj kicsit akkor a repről, mert kijött az Újpest negyedem, emlékszem arra, hogy mindenki arról beszélt, hogy az egy profi újpesti focista elkezdett rappelni, majd jött a Bomba vagy Baby. Annyira bomba vagy baby, annyira szép a tested, ahogy kéri. Lehet, hogy belehalok én még ma éjjel, vagy csak a ruhádat szaggatom széjjel. Ami már a Majkával volt, a Majkával honnan ismertétek meg egymást? Gondolom lelátóról, vagy meccsre? Dehogy is, nem jár ő meccsre, meg nem is járt úgy nagyon meccsre. Akkor ő csak azért volt Újpest Drukkel, mert szerette a gangszert? Ja, meg kellett a szavazat a való világban. Viccelek. Akkor Fadit könnyelt volna mondani. igen. Akkor nyert volna, mert tudod, nem ő nyert. Akkor megnyert volna. Nem meccsről, hanem őt is úgy ismertem meg, hogy ugye járt szórakozó helyekre, és a testvérem által ismertem meg őt. És akkor ti utána össze is panoltatok, gondolom, és... Küldtem neki egy demót, ami rajta volt a Szotyival, meg ezek a dalok, és akkor egyszer csak rám írt Facebookon, de egy olyan profilképe volt, hogy magát fotózta le egy tévén, hogy benne van a tévében, és össze visszasértem, mondom, szia, Peti vagyok, mondom, anyád, vagy Peti, hát mondom, mint hogy tényleg így lefotózta a tévét, hogy ott van benne a Majka. Mondom, bazzi, most nyilván... De akkor ő már pörgött azért, ő már akkor ismert arc volt szerintem, bőven kézzet is után. Persze, hogy ismert volt, viszont a rap az pont nem, a tévében volt, tévézett. Ugye neki ilyen korszakok voltak, ugye kijött a Világból Dopman, nyilván a Világból, aki jössz, nyilván platinát csinálsz. Aha. Utána volt egy lecsengés, utána volt a Mond, ami fáj, meg a mi volt még neki a... Mi van veled, bébi? Igen. És akkor megint lecsengett, és én pont akkor találkoztam vele, amikor lecsengésben volt a rap. A rap karrierje, aha. És akkor így összeálltunk. Aztán jött a Belehalok, a BLR-re. Második dal volt. Sokszor volt nekem is, a könnyű lett a szememből. Mit magamnak hittem, kifolyt a kezemből. Csalódásba, fájdalomba, mit is várhatnék, Isten? Vagy ördög előtt tiszta szívvel állhatnék. Másik az dalotok. Na ott azért érdekelne, mert azért az Újpest negyedem az egy underground szám szerintem. Uh-huh. Olyan szemben mindenképpen underground, ez egy klasszikus olyan hip-hop szám, amit a világon mindenhol csinálnak, hogy ők a haverjaim, itt lakom, ezek a kedvenc helyeim, erre vagyok büszke. De mégis itthon nem nagyon volt ilyen dal. Inkább vidéken szerintem, meg Józsefvárosban igen, mondjuk. Gyulafirátot tudom. Igen. De amúgy az mekkora ötlet volt. Mondjuk a Szabit azt imádom, az gyerekkorom óta nagy kedvencem a Szabész. Aha. Hogy mekkora dal az, hogy egy ilyet kicsinál, hogy tényleg a falujáról egy dalt, és imádták. De a teljesen is ezzel, szóval a Belehalokkal, ott szerintem egy ilyen egyes-kettes szintről feltolódtál azonnal, hát nem is a csúcsra, de majdnem a csúcs közelében. Hát de minden szempontból, hát addig ugye pont az volt, amit mondok, hogy váltás, hogy a Bomba vagy Baby is nagy siker volt, akkor nem voltak milliós nézettségek, főleg nem a hip-hopba, és 3,5 millióra fölugrott. Ja. És akkor azért volt már heti 2-3-4 buli, mondjuk ilyen péntek-szombat 2-2 hakni. Mert a Belehalokot kiadtuk, és hétfőtől hétfőig mentünk. Aha.
Akkor elképesztő volt. Akkor gondolom, tudtad azt, hogy akkor a foci az tényleg teljesen... Már a Bomboly Babynél éreztem. Is. Aha, most amikor eleve, mondom, tré lett a térdem, már nem úgy mentek azok a mozdulatok, és amik alapból könnyen kéne, hogy menjenek. És mondom, nekem ez túlmutatott, szóval én azért nem maradtam volna ott, hogy plusz egy embernek, vagy keressek egy kis pénzt, hogy még kivegyem, amit ki tudok, hanem én az Újpestért meghaltam, meghalok mai napig, szóval én azért akartam ott lenni, hogy segíteni tudjak a csapatnak, nem azért, hogy kolosz legyek, hogy húzzák a sebesültet. És a hip-hopba meg akkor elkezdtem érezni azt, hogy bazdmeg, hogy szeretnek az emberek, hogy jók a dalok, hogy elhívnak fellépni. Nem, hogy elhívnak fellépni, hanem egy bulival annyit keresek, mint egy hónapban a focival, nem az edzőtől függ, hogy én játszok-e, hanem... Nem kell reggel edzésre venni? Amúgy azt még, én imádtam focizni, igen. Szóval az azt, hogy Zoli pont most nyilatkozta le, hogy én voltam az első és az utolsó, aki elment. Én ott voltam egész nap, hát nekem ez volt az életem, hát ez volt a dolgom. Meg ez a másik, hogy igen, akkor már volt egy pár fellépés, és volt úgy, hogy mentem fellépni még már. Akkor már így levezettem, hogy felléptem, és úgy mentem reggel fellépni, hogy fellépés volt. Az más volt, de akkor is egészséges valószínű. Akkor te akkor csúsztál bele az éjszakázásba, amikor elkezdtél fellépni? Akkor. Aha. Nem volt mellett senki, aki azt mondta, hogy Attila, te egy profi sportolói életmódot éltél eddig, mi lenne, hogyha ezt most is tartanád be? Azért tudod, hogy... Elején nem is tudta nagyon senki, szóval az elején nem is... Amikor elkezdtem ezt az egész bulizást, akkor nyilván eleve nem hirdeti ezt az ember, én azt gondolom. Meg nem is olyan mértékben csináltam, hogy mondjuk az lejöjjön a környezetemnek. Persze. És amikor meg már észrevették, érted, én mindig olyan csávó voltam, hogy nekem nem mondja meg senki, hát most én sem mondom meg másnak, hogy mit csinálja, meg hogy csinálja, ezt én is elvárom visszafele. Aha. Szóval téged nem lehet megállítani? Még testvéreid se? Sajnos nem. Aha. Nem. Aha. Nem. Nem. Na, hogy nekem az volt, hogy a legfurább az egészből, hogy te most már elég sokat beszéltél erről sok helyen, ugye a TV2 végigvette a rehabilitációdat, most is az Osváth Zsoltán is csomó beszélt róla, azért benne felnőtt az, hogy te olyan szinten belekerültél ebbe, hogy te konkrétan crackkeztél is, ami nekem olyan, honnan a picsából szerezze meg crackert Magyarországon? Szóval az Amerikában a crack, érted, az egy olyan elterjedt dolog, hogy az tényleg minden sarkon van, de Magyarországon én azért sok mindenről hallottam már. Hát ezt elmondtam. Azt, hogy valaki kőkeményen, hogy még a crackert is, az azt jelenti, hogy az valami olyan közegben mozoghat, amiben azért tényleg csak olyan nagyon éjszakai emberek mozognak. Voltam egy bizonyos körbe, és ott próbáltam ki, ott láttam, hogy csinálják, és akkor így kerültem bele. Mert az van, hogy attól lesz tényleg a foghullás és társai típusú cuccok Amerikában, hát és az a legkerekle. És te közben ment a karrier közben, szóval, hogy közben a Curtis az így, a Michael, ti ketten így, effektíve egy ilyen magyar top 3 fellépővé váltatok, teltházas Budapest parkok, és sőt, hát nekem azt mondták konkrétan, amikor a Budapest parkok csináltam egy könyvet, hogy melyik előadónál hogy vannak a fogyasztások, hogy ha Tancsabda lép fel, akkor ők ott akkor fogyik a legtöbb sör, de hogyha Majka Körtész van, akkor van a legnagyobb fogyasztás a parkban. Ezt mondták nálunk a közönség részében. Igen, nálunk tök érdekes, mert nálunk tényleg kortalan és egzisztencia nélküli a közönség. Szóval van a telepi gyerek, de van a budai elit. Uh-huh. Szóval minket mindenki hallgat, és lefedjük az egész magyar piacot, és ennek okából kifolyólag meg az, hogy igen, hogy nálunk megveszik a legdrágább italokat is, és el is fogy, de megveszik a legolcsóbbat, és az is elfogy. És szerintem ez a legnagyobb ereje a Majka Curtisnek is, a Majkának és a Curtisnek is külön ez, hogy mindenki magáénak érzi a dalszövegeket, és szeretik. Még kicsit a Belehalokhoz visszatérve, a BLR-rel mi a helyzet? Nem mi van? A Follow the Flow-nak a frontemberre. Igen, de hogy velem még dolgoztok együtt. Én most csináltam vele tavaly egy dalt, egy újpesti dalt, meg én fogok is vele dolgozni. Ő is újpest drukker. Hát meg újpesti, hát Szigeti lakótelep, persze, mi egy Lopó, ő, meg ez a brigád, mi együtt így rappeltünk. Ő nagyon hamar nem jött ki a Petivel, nem vitáztak, de úgy nem értették meg egymást, nem voltak egy hullámhosszon, és
Geri mondta, hogy ő inkább külön szeretne mozogni, és aztán a Follow the Flow lett. Igen, ami szerintem tök nem, igazából inkább az volt szerintem, hogy ők nagyon nem egyeztek a Petivel, de mondom, nem voltak viták, csak nem érezte jól magát a Geri ebbe az egész történetbe. Ti ketten viszont mindig úgy tűntetek nekem, hogy az ilyen tökéletes puszipajtás páros, hogy mind van, a kettő imádja a focit, vagyunk. Mind a kettő imádja a bulit, mind a kettő újpest rukkel. Amit ki a Petivel? Aha. Ja, a Petivel. Így gondoltam. Hogy ti évekig úgy tűntetek, hogy ti ilyen legospanok. Így is volt. Nagyon nagy szerelem volt, ha mondhatom így. Amikor tényleg... mint amikor van egy nagy szerelem, ugyanez, amikor van egy nagy barátság, hogy tényleg minden ugyanazt a csapatot szereti, ugyanazokat a zenéket szereti, ugyanaz az érdeklődési köre, kivéve én nem kártyáztam, mert ilyen szerencsejáték dolgokban nem, de hát ahol szerencsejáték van, ott voltak hölgyek, én azt eléggé szerettem, amíg kártyázott Peti, én addig el voltam a hölgyekkel, szóval nagyon-nagyon egyivásúak voltunk, és nagyon-nagyon jól működött ez a dolog. Mi tényleg barátok voltunk, szóval nem az volt, hogy munkakapcsolat, hanem mi, ha nem volt fellépés, akkor együtt nyaraltunk. Mentünk Vegasba, mentünk Eizerhelyre. Igen. Aztán ez így szépen lassan így el halványolt. Hát az a szegedi színes eset, ami... Hát de már előtte, nem? Az volt a csúcspontja a dolognak, de már ez előtte elment ez a dolog. Azt érzed? Uh-huh. Összevesztek valami, vagy csak egyszerűen? Van olyan, hogy barátság elfárad egyébként? Olyan is van egy csomó szó, hogy az emberek is elfáradnak. Figyelj, biztos, hogy mind a ketten hibásak vagyunk. Én ugye akkor már elkezdtem ugye... Tőkeményen tolni? Tolni, nyilvánvalóan ő nem. Ez ügyből kifolyólag is lehettek nyilván... Hát, akkor nehéz egy másik együtt dolgozni, ha te éppen röksz három napja, ő meg hatkor kell. Igen, ugye ő meg eleve szerintem... Itt jött ki igazán az, hogy 10 év van köztünk. Aha. Szóval nyilvánvalóan, ami egy 20 éves gyereknek fontos, főleg úgy, hogy akkor végre először van pénz a zsebében, mert én ez voltam, hát nekem akkor volt új Nike-cipőm, ha a tesóm kinőtte. Aha. Szóval amikor összejött a belehalok, utána meg fölkértek a legnagyobb gyártócégek, hogy hordjam a cipőjüket pénzért, érted? Azért ezt nehéz kezelni is. Ezt most már így látod? Hogy akkoriban ez a problémát, hogy nem volt akkor senki mellett, aki azt mondta, hogy nem hallgat senkire, azt mondta. Nem, de nem is tudta volna megmondani, szóval ez volt. Elvitt a siker. El. Aha. És el is hittem magamról. De nem voltam nagyképű, szóval én mindig ugyanaz a srác voltam. Csak, azért a zenéidben azért szeretsz felvágni ezzel az a... Ez a hip-hopnak a sajátossága. Most nem mondhatom azt, hogy én vagyok a világ legnagyobb csicskája, és hozzatok fel, ezt nem repelheted, basszus. De hogy attól függetlenül ugyanúgy a táborban néztem a meccset, nem a VIP-be, ugyanúgy meg bárkivel leálltam beszélgetni, viszont az, hogy én tényleg ott ehettem, ott ihattam, olyan ruhát vettem fel, amit akartam, nyaralhattam, hát én repülőn is akkor ültem, mikor az Újpest kivitt edzőtáborba, Törökbe. Szóval én nem voltam nyaralni, én tudom, mentem a Tungira, bazd meg, Újpest strandjára. Szóval nekem ez volt gyerekkoromban, és nyilván ezt nem tudtam kezelni. És a Peti meg már akkor, pont akkor jött össze a Hajnival, ő már ugye családot akar, családot is alapított, ugye lett a Marci, akkor vették meg az első lakást. Pont az a 10 éves szakadék volt köztünk, ami az értelmi szintben, meg hát ugye ő már túl volt ezen. Meg érettségi szintben is. Persze. Aha. Pontosan szerintem pont az a szakadék mutatkozott ki és ütött ki, ami szerintem bárhol kiütött volna. Te mit emlékszel arra, hogy mit éreztél akkor, amikor először kiszivárgott az a videó a színes fellépésről? Azért kérdezem, mert kérdezed, hogy pont... Hú, hát nekem nagyon mellbevágott. Nekem az mai napig nagyon nagy csalódás. Én azt szerintem soha nem is fogom feldolgozni. Kezdve, hogy azt a cikket, azt én írtam meg először, annak idején, az Indexen. Ez úgy nézett ki, egy kis háttérinfo, hogy éppen esti ügyeletes voltam, az azt jelentette az Indexbe, hogy ültem este, és én írtam a híreket. És egy kollégám, aki éppen a színen volt, így felhívott, hogy rám jött, hogy Sajó, figyelj, így épp vagyok a Majka koncerten, és így épp a Curtisről beszél, hogy nem zenek soha többet együtt, hogy ilyen problémái vannak, olyan problémái vannak. Így elmondtam, hogy figyelj, ez bazd meg, ez hír, hát a Magyarország egyik legértékesebb rap párosa épp most oszlik fel, és a Majka ezt egy színpadon élőben jelenti be, hát én ezt megírom. Megírtuk, hát ezt tudjuk utána a sztorit, a Majka még el is jött az Indexben nekünk egy órát beszélni az egész ügyről, vágatlanul,
elmondta azt, apropó, egy legegyszerűbb kérdés, van Zer az, aki publikusan beszél a barátja drogozási szokásairól? Szerinted? A te köreidben szerintem igen? Nem csak az én köreimben. Ezt nem mondjuk. Ilyen dolgokról nem beszél az ember mások. Akkor se jót akar? De nem azzal akarsz jót, hogy kiállsz a színpadra, és ezt országvilág elé kitett. És azzal van a problémám igazából mai napig, hogy hiába vagyok coach, hiába nyertem meg a celeb vagyok, attól a dzsungelbe vagyok bezárva, hiába vagyok a legnagyobb színpadokon, hiába vagyok mindenhol ott időben, mondjuk pont elkéstem egy 10 percet, de nem az évemből. Szóval mindenhol ott vagyok, mindenhol megjelenek, kisfiamat nevelem, stb. Akkor is ugyanúgy az lesz most már, hogy én kokainos vagyok. Pedig nem vagyok az, és mégis az lesz mai nap. Vagy mai napig vannak olyan emberek, akik ez egy billó, belém van égetve. De közben az, hány olyan koncert volt, ami... Figyelj, hogyha valakivel nem tudsz együtt dolgozni, az a megfordul, figyelj, Dávid, nem akarok veled most már interjút készíteni, köszönöm, és váljunk el. És itt vége. Hát minek kell, nem fogom aztán azt mondani, hogy figyelj már, hát a Dávid az amúgy be volt állva. Mert érted, hogy... És mert senki nem tartozik. Vége is kész. Én nem akarom Petit felmenteni, de hogy azért azt lehetett hallani, tudni, hogy figyelj, akkor ti már egy több milliós produkció voltatok. Én tudom, hogy kell, milyen gázsival léptetek fel akkoriban. Benne voltatok a top 10-ben szerintem Magyarországon, az biztos gázsi szempontjából. Azért figyelj, ez egy komoly üzleti vállalkozás, ahol az van, hogyha én lettem volna a te társad, és akkor nem jössze szétválunk. Nem jössze fel. De értem. Hogy hány ilyen helyzet volt, hogy te azért, mert megmentélőző este vagy, még éppen pörögtél valami nem, szarom. Nem azzal van a bajom, hogy azt mondta, hogy legyen vége. Mert ha egy társaddal nem tudsz együtt üzletelni tovább, megmondod, hogy köszönöm szépen, nem üzletelek, mert nem tudunk együtt dolgozni. Ezt kirakjuk és kész. De nem kezdjük el feszegetni, meg kitálalni, hogy miért. Hát én is tudnék ezer dolgot mondani ezer emberről. És akkor ez máig traumaként éled meg ezt a pillanathoz. Hát igen, az a baj, hogy az én értékrendemben ez nem fér bele. Hogy a barátomról, vagy akivel együtt dolgoztunk, együtt csináltunk nagyon sok mindent, aztán olyan dolgokat tálalok ki, meg mondok el a nagy nyilvánosság előtt, ami senki, az magánügy. De ti aztán később azért kibékültetek rövid időre egyébként. Igen. Hát akkor az a baj, hogy már bennem volt, ez a sértettség volt, az nem... De megbeszéltek egyébként? Leültetek így szemtől szembe ezt megbeszélni? De akkor is ugye ugye én az adott produkcióba mentem vissza, az már egy mérgezett dolog volt, nem kellett volna már kibékülni, mert akkor meg kellett volna csinálni, ami elvileg nagyjából meg is volt a Curtis Live, hogy azt kellett volna elkezdeni, amit most elkezdtem, és az tök jól működik, és kurva jó. De szóval te utána elkezdtél felbukkangatni a kereskedelmi tévékbe is. És azért ez olyan szavakból érdekel, hogy nézd azért a te pacekod nekem nagyon sokáig olyannak tűnt, akinek te mondják meg, mit csináljon. Ezt te is magad mondtad. Na de figyelj, egy kereskedelmi tévénél, ott viszont megmondja neked a szerkesztő meg a producer, hogy Attila, ezt meg ezt kell csinálni, ott nincs operláta, ott nincs késés, ott nincs csúszás. Ja, ilyenekben igen, hogy nyilván most a Voice-ba is ugye meg van mondva, hogy ekkor kell oda menni, ugye. Ezzel nincs bajom, sőt, én azt gondolom, hogy most vagyok annyi idős pont, mint amennyi volt a Peti, mikor összejöttünk, összespanoltunk. Egyébként igen. Szóval igazából... Most már érettebbnek érzed magad? Sokkal. Hát meg ott a kisfiam, ő is 4 éves. Amúgy van egy nagyon-nagyon jó párom, aki tényleg kiegészít mindenbe. Most, amit előbb elkezdtél mondani, most már tényleg átérzem. Ugye van 25 ember, aki dolgozik nekem, ugye a Curtis Live-ba. A coachként magam miatt felelek, ugye magamat képviselem, ugyanúgy a többi RTL-es műsorba, és azt érzem, hogy meg vagyok becsülve, mind szakmailag, mind anyagilag, mindenhogy. És hát ez, figyelj, most nem fogok hazudni, ez így, ahogy most élek, az egy aranybánya, az egy olyan kiváltság, az Istennek az ajándéka, amit soha semmiért nem áldoznék fel. És nem is magam miatt leginkább, hanem a kisfiam miatt, meg a családom miatt.
Te egyébként a gyereked születésétől érzel változást magadon? Mert egyébként sokat, én nekem 2 éves a kislányom, és én például tökre érzem azt, hogy, hogy az ő születései nagyon sok mindent átalakított a fejemben. De szerintem egy normális embernek, akinek van a toronyban valami, annak ez megtörténik, hát ez nyilvánvaló. De akkor azt mondom nekem, figyelj, hogy miközben te azért is fáj neked, amit a Peti csinált annak idején, mert hogy kiteregette a te szennyesedet. Csak azzal van bajom. Ezt értem. Szóval nem azzal, mert tök igaza volt abban, hogy hát ezt nem lehetett folytatni tovább, és tök megértem azt, hogy féltette a saját egzisztenciáját, a családját, a többi alkalmazottét. Inkább akarok kikötni, hogy te utána elmentél a TV2-be, hogy az egész rehabilitációt végigvegyék, ami nekem egy ilyen, őszinte leszek, én szerintem a TV2 helyébe ez rohadt gáz volt. Mert hogy azért egy rehabját végigvenni valakinek, aki rásul ennyire... Nem vitték végig a rehabot, hát, amikor kijöttem, hát ott igen, de hogy azért azt éreztem, hogy ennél hiénább dolog, szerintem a magyar tévében kevés volt, hogy itt van egy láthatóan iszonyat mélyre került arc, mert azért a csúcsról, tényleg, ahogy mondtam, megbillogoztak téged, ez történt, és te bevállod azt, hogy kijössz a rehabról, és rögtön kamerákkal fogod a TV2. És érdekel az, hogy nem muszáj válaszolni, mert nem akarsz. Ebben volt egy anyagi számítás, hogy neked most szükséged van arra a zsíre, ami jön a TV2-től egy ilyen projektért. Pontosan ez volt. Ez volt, aha. Én ezt éreztem, hogy én azt éreztem abban az egész projektben, hogy te ezt kizárólag azért vállalt be, meg kurvára kell a pénz. Persze, ez így volt. Akkor nagyon nagy szükségem volt arra a szabad szemmel jól láthatom a tekra. Aha. Azért, mert hogy a zenei pályád egy kicsit megrekedt, vagy valami más miatt? Nem, hát eleve ez nem egy olcsó hely, szóval ez nem egy ilyen állami hely volt, ahol én voltam. Aha. Magánrehab. Akkor született, akkor vártuk a kisbabánkat, 2. Ugye az, hogy még ez X és X összegbe került, amellett addig én nem tudtam dolgozni, mivel be voltam oda csak. Semmi fellépés. Se tudtam. Ugye én, ahogy bementem eleve abból az életvitelből, hát az a szép, hogy én minden pénzt elbasztam. Drága vagy, a kokain. Vagy a motyóra, vagy mindegy. Szóval én félre ne se tettem egy forintot se addig. És ez egy tök jó volt. Kijöttem, egyből egy könnyű pénzszerzési, elég jó pénz volt, és azt egyből már vissza tudtam forgatni a saját életembe, és igazából, hogy akkor ugye egyből megcsináltam az első, azt a legismertebb senki lemezt, ami egyből platina lett, és én onnantól kezdve dübörgött, ugye azon volt a lehetne újra február, stb. Nem maradok padlón. Hogy a legismertebb senki cím, ez engem érdekel, hogy miért lett ez a cím, mert azért... Nem én vagyok az. Miért érzem magad senkinek? Nem senkinek érzem magam, hanem azoknak, a senki szó alatt inkább azokat az embereket értem, akik az átlagot jelentik, akik a telepi gyerekek, akiket tudod, nem neveznek nevén, akik, ő is egy telepi gyerek, én inkább ennek érzem magam, mert én mindig is egy telepi gyerek vagyok, viszont már ismer az ország. És tök érdekes, mert pont, már most már 3 éve forgatjuk egyébként a filmemet, a Jimmy J. Hollywooddal, és jövő decemberben szeretnénk. Dokumentumfilm? Dokumentumfilm és film. Lesz. Fikciós és nem fikciós? Igen. Lesz jövő decemberben a mozikba, ha minden jól megy, és annak is ez lesz a címe, mert ez annyira jó cím, hogy annak is ez lesz a címe. Hogy legismertebb senki. A legismertebb senki, igen. És az egy, a te életet fogja bemutatni? Igen. Meg lesznek benne szólítva a családtagok, akkor a foci által ismert volt csapattársak, szakmabeliek, nagyon sok mindenki. Most rólam fognak nyilván be van beszélni, és lesz egy tök jó sztori köré építve. Nézd, ez egy olyan téma, ami nagyon érzékeny, de muszáj feltennem. A bátyád börtönbezártságát hogy viseled? Mert hogy ez az a téma, amit most nehéz megkerülni. Ugye, ez még egy folyamatban lévő ügy, nehéz olyat mondhatok, amit már mindenhol elmondtak. 100%-ig biztos vagyok az ártatlanságába. Figyelj, nincs DNS teszt, nincs bizonyíték. A hazugságvizsgálatot a bátyám kérte, és átment rajta, ellentétbe, aki... Felnyomta? Aki hát nem felnyomni, csak azt tudod, aki elkövette ezt. Ja. Szóval aki rá ezeket állítja rá. Na, nála viszont a hazugságvizsgáló az éppen azt mutatta, hogy nem mond igazat.
A tanuk alátámasztják a testvéreim igazát. A testvérem is, ahogy a három embert próbál eláztatni ez a hát embernek nem nevezik. Végül is részben téged is, mert ebből rád is jut, ebből az egészben. Mindenki azt mondja, hogy Curtis testvére, a Blick meg a Borsa, Curtis testvére, ezt Lajos, hát innentől kezdve, akkor nyugodtan kiírhatják, hogy hívják meg mindent. Igen, szóval én 100% is biztos vagyok az ártatlanságukba, és várjuk haza. Most már a tanúk kihallgatásai vannak, azok is, az összes tanú az ő igazukat támaszza alá, de hát most már ez 2 éve megy, szóval én azt hittem, hogy mikor elvitték, és hívtak reggel, hogy ez van, és akkor jó, hát mondom, holnapra itthon volt ilyen fasságot, nem hallottam még. Na, ez majd, már több mint 2 éve volt. Igen, mert ugye ez nehéz. Mert ugye itt alapvetően a Kacemba Himre volt MTK játékos gyilkosság ügyéről beszélünk egyébként. A te esetben, tudom, az érdekes egy kicsit, és bocs, hogyha ez sértő lesz, te hogy nem voltál még soha börtönben? Nekem mindig olyan csávónak tűntél. Aki... Hogy mondtad? Arra gondoltam, hogy úgy nem voltam, fogdán voltam, így gondoltam, hogy te azért nekem egy kicsit balhésabb csávónak tűntél. Voltam többször gyerekkoromban, nyilván ugye, mivel a lelátó életnek az egyik aktív tagja voltam. Szurkolók? Több, igen. Ultraviolás? Voltunk. Vagy Korsz, azok huligán csoport volt, én az egyik tagja voltam. Huligán vagy ultra volt-e? Huligán. Szóval én voltam többször fogdám. Akkor erre gondoltam. Voltam, de régen. A foci miatt voltál akkor, igen. Szókás miatt. Amúgy a huligán kontra ultra témáról még beszéltük egy picit, mert ugye ez Magyarországon összemossák. Hát, mert már nincs is nagyon kevés olyan huligán csoport van, aki tényleg csak huligánnak mondaná. Meg már elment egy más irányba, én nekem már ez a... Usztavka, meg ez már nem huligánkodás. Nekem az már sport. Na jó, de azért a sportolók mennek, és a huligánkodás ez egy teljesen más volt. Elmentél idegenbe, mese vagy éppen vártad, hogy jönnek a vendégek, és összecsaptatok az utcán valahol, tényleg egy pár perc matek volt, mert jöttek a rendőrök. Én Népliget mellett nőttem fel, én nem elszakadtam könygázt, csak úgy, hogy arra felé sétáltam, amikor hazafelé. Hát én is kaptam, pont az ülőjén is. Vagy az, hogy elmész az erdőbe, és akkor úgy, hogy edzésbe vagytok, és akkor... Ketrecharcosok leállnak. És akkor összecsaptok, nekem az már küzdősport. Nekem az nem huligánkodás. Szóval azt azért jobban élvezted az, hogy egy pólóval az arcodon, dobáljátok egymást a falistákkal, kettőtök között meg a rendőrök próbálnak valamit rendet tartani. Nem, az, hogy valahol összefutunk valahol az utcán, és vagy lebeszélt box, és akkor tényleg ott megy a matek egy pár percig, és akkor az egyik győz, a másik veszít, és aztán vagy a rendőrök, vagy mert nyer az egyik tábor, vége a meccsnek. De akkor nincs piuszod? Nincs. Akkor azért szívesen csináltad ilyen szempontból, mert ebből a körből nem, a huligán újpestiek, stb. Régen a lelátó élet is más volt, meg volt a csibészbecsület. Szóval nem úgy, mint most, hogy például megvan egy lebeszélt box beszélve, az erdőbe, igen. A fradisták, nem biztos, az erdőbe, valahol, és már a rendőrök ott vannak az utca sarkon. Szóval ezek ilyen furcsa dolgok. Régen azért megvolt az a csibész becsület, hogy figyelj, ismertük is egymást. Hát tudtam, hogy az ki a fradiba, hogy hívják azt a kerítésen ott lóg, ez meg az. Meccsnapon összeverekedtünk, másnap megittünk egy sört. És nem volt az aztán, hiába kikaptál, nem volt aztán az, hogy kiálltál és elmondtad, hogy XY ezt meg azt csinálta. Beszéljünk kicsit a közelmúltról. Te azt mondtad az Osvárd Zsoltnál, hogy elkezdted olvasni a Bibliát. És a 15-ös lemezed az a Rap Biblia címet kapta. Aha. Mit kaptam azért az öregektől, képzeld, csomó. Rám írtak idős hölgyek, hogy ezt hogy gondol, hogy ez Isten káromlás, hogy Rap Bibliának. Isten hívő vagy. Sőt, többször, és most is beszéltél Istenről egyébként. Igen. Ő haladsz a Bibliával, tényleg olvasod? Hát olvas, most nem, már régóta nem olvastam. De igen, lapod, nagyon nehéz. Nagyon nehéz íromány. Szóval nem úgy olvasom, hogy akkor elkezdtem az elejétől, és akkor végigmegyek, hanem így bele-bele olvasgatok inkább. Fura, mert nem is azt mondom, hogy Isten, hiszek Istenbe, de nem, én inkább abba hiszek, hogy nekem édesapám segít egyébként. Szóval valami föntről irányítja, de basszus, ennyi hülyeséget csinálva is, még mindig így fönt
lenni, biztos vagyok benne, hogy valami vagy valaki ezt rendezi, ezt a dolgot. Tehát ez nem történt meg. Meg a másik az, hogy tényleg egy újpesti lakótelepi gyerek kitalálja, hogy újpesti labdarúgó lesz, és akkor NB1-ig jut. Utána kitalálja ez a barom, hogy repsztár lesz Magyarországon, és az lesz. Szóval ez biztos, hogy ez isteni gondviselés, vagy hívjuk bárminek, de ez létezik. Most meg kitaláltad azt, hogy tévészereplő akarsz lenni? Mert hogy figyelj, az most... Hát figyelj, most már tényleg nem RTL, most már Curtis TV lesz, azt mondta egy barátom. Hát most elindult, tegnap elindult a nyerőpáros. Igen, az igen, van, igen. Az van péntekig, szombaton Voice, vasárnap Voice. És majd a Starbucks. És jön a Starbucks is. Lesz olyan hét, ahol az utálóim hogy ki lesznek most? Na, de egyébként én azért először, nekem nagyon fura volt, mert nem is a rehabos TV2 cucc volt, az is fura volt egy picit, de ott ezek szerint akkor jól éreztem, hogy ott inkább a pénz kellett. Uh-huh. A Starban Star? Az miért kellett neked? Na ott azért néha azt, ott volt olyan, hogy te nem józanul voltál forgatással? Nem. Nem? Nem. Hogy nekem az olyan fura volt, hogy ez egy kemény, tetovált... Az azért kellett, mert meg akartam mutatni tényleg azt, hogy milyen előadó vagyok. Mert akkor na, már... azért bohockodtál. Akkor, hát de most ezt komolyan, hogy női ruhába, hogy vezed magad komolyan? Ezt akartam, hogy... Ezt nem lehet úgy csinálni, hogy beleállok, hogy de jó nőnek lenni. Akkor ez úgy jó, Attila, mondjuk őszintén. Ha te meglátnád bármelyik Fadi játékos női ruhába egy tévéműsorban. Nem zavarna engem. Nekem ez vicc. Én láttam a Lisztes Krisztiánt női ruhába, várjál. Tényleg. Ez most Krisztián elmondom. Képzeld el, hogy a Krisztián még a Werder Bremenben játszott. Én gyerekkori barátom egyébként a Krisztián, újpesti. És poénból beöltözött ő meg az Ailton. Nem is az Ailton, nem. Valakivel beöltözött. Werder Ailton csatár. De nem öltözött be. És beöltözött nőnek, és úgy ment el valami csapatbulira. Én erről láttam fotót. Szóval szerintem... Amúgy a Balázsék mondták pont jól, hogy bármivel lehet viccelni. Aha. És én ebben tök hiszek. Hogy, sőt, hát viccelni is kell, szóval ez a Me Too mozgalom, meg ezek a dolgok, ezek az én humorérzékemet nem segítik elő, inkább cenzurázzák, és szerintem amúgy a tévének se tesz jót. Aha. Az, hogy ez a nagyon, mindenki mindenre megsértődik. Szóval nekem ezzel nincs bajom, hogy most engem... Én szeretek poénkodni azon is, hogy a kokainos dolgokkal. Szóval ez tök ezen már poénkod ezen? Persze, hát most múltkor pont benn volt egy tornász gyerek a Voice-ba, és az Erika megkérdezte tőle, hogy és melyik a kedvenc szered? És akkor kérdezem, tőlem kérdezed? És akkor ez vele ment az adásba, hogy de ez jó. Akkor lehet már hogy itt, hogy ezt így feldolgozz. Persze, de amúgy is így veszed el az élét szerintem. Amúgy szerintem meg is. Mondom, én azt gondolom, hogy az a baj, hogy egy jó viccér az élet, mindent eladok. Ez kurva jó, mindennel jó viccér. Amúgy a Manuellet elég szépen megtaláltatok egymást. Azt észrevettem. Hát ő olyan, mint, nem, igen, itt a műsor, mint az öcsém. Tudod, akit lehet zrikálni, lehet szopatni, lehet vele szórakozni. Én bírom ezt. Aha. De jól veszi egyébként. Ugye a TV2-nél a Starmasterban kezdtél úgy szerepelni, szerintem így kereskedelmi médiában, hogy ott éreztem azt, hogy oké, a Curtis így készen áll az ilyen következő szinthez, hogy oké, most van egy stabil zenei karrierje, de most még belefér egy kis tévézés is. Uh-huh. Valamilyen szinten, és bocs, ha ezt mondom, és ez bántó, a Majka útját követed, nem? Nem, mert nem műsorvezető, sose lennék. Ő viszont, sose lennél? Nem. Nem tudnék. Az nagyon kötött. Tényleg azért most azt néztem a Voice-ban, hogy téged tréningezett az RTL a háttérben? Annyira profibb vagy most a képernyőn, mint eddig bármilyen más műsorban, hogy nekem az a fejemben, hogy elküldtek téged egy pár hónap ilyen bármilyen, hogyan kommunikálj, hogyan beszélj, hogy semmilyen nem volt, csak beültél, mert akkor viszont akkor ez mindig benned megvolt akkor ez. Szuper, köszönöm szépen. Egyébként jól esik. Nem küldtek el. Akkor most elmondom neked, ami lett rosszul eshet. Én mikor hallottam, hogy te ezt az egyik zsűritag, egyrészt a fejemben az, hogy na jó, de a Curtis nem nagyon szokott énekelni, vagy legalábbis nem azért ismerik, mert szép ének hangja van, ez nem túlzás. Kettő, na milyen szemét az RTL, nekik is csak arra kell majd a Curtis, hogy akkor majd botrány meg botrány lesz, majd nem megy el felvételre, és akkor majd arról ír a Blik meg a Bors egész nap, és akkor megy a Hype meg a Füst meg a Báz meg stb. És akkor a botrány lesz az egész, és akkor erre húzza fel a műsort. Na, ehhez képest nem erről szól a Voice. Szuper, örülök, hogy te is így látod, hála Istennek, tényleg mindenki. Egyébként a legjobb dolog az, hogy az elmúlt időben, hogy mindig
kellemesen csalódnak bennem az emberek. De nem csak a munkával kapcsolatban, nem csak a, mondjuk a koncertekkel, nem csak a tévével, hanem úgy ámblok, hogyha találkoznak velem. És azért ez jól esik az embernek, és jól is érzem magam ebbe. És nem irattak be semmilyen média szakra, csak vagy sehova. Csak beültél, és ennyi? Aha. És hogy érzed, a Manuellen nem vagytok túlságosan hasonló műfajban ahhoz, hogy nem mindig ugyanazokat az embereket akarjátok elhappolni? Sőt, hát nem, hát nagyon. A Jabernél én meglepődtem, nagyon hogy ő hozzád került, nem a Manuelhez. Figyelj, hogyha ezt elmondtam ott is, tudod, hogyha egy igazi hip-hop arc bejön, hosszabb a Wikipédiád. Azért igen, na, mégiscsak el tudja dönteni. Aha, jó. Nézzük, kiné van több platina, hát akkor... El tudod képzelni, hogy valaki a Voice-ból felbukkanhat egy következő Curtis számban? Elő. Van olyan kaliber most, akiben érzed azt, hogy komoly karrierre lehet? Van. Elmondod ki az? Nem. Jó, megpróbáltam. Nem. Hát sőt, ugye elindítjuk a kiadómat is, szóval azért ezt már én tovább láttam ezt a dolgot a Voice-on túl is, és nem csak Voice előadókkal, hanem szeretnék tehetséggondozással foglalkozni a kiadónál, szóval várom a tehetséges e-maileket. Ehhez nekem van egy pont, amit meg akartam kérdezni. A Nem maradok padlón című számot 2019-ben, mert egy olyan sor, hogy én mondtam meg először, hogy Vamzer a kiadó atya. Ez... Mr. Basztáról szólt. Mr. Basta. Ah. Ugye nekem volt vele egy... A Lupo miatt is, meg úgy ámblok, igen, ő... Beszéljünk róla? Attila, szeretnél beszélni róla? Nem. Mert hogy én készen állok rá, ha szeretnél, csak hogy... Nem, mindegy, őról szólt. Ja, mert hogy mondom, akkor... azt tudom, hogy ez egy másik kiadóról szólt, nem. És akkor az... Aha, hogy saját... Vaj, akkor te tudsz valamit, ki volt még Vamzer, milyen kiadónál? Nem tudom, ezt akartam megkérdezni, mondom, te Vamzertonnál vagy, hogy a Jós Istvánra gondolsz, hogy Vamzer, Jós István, azért mondom, csak nem rá gondolsz. Aha, ez a Mr. Basta volt. Hogy, bocs, hogy ezt kérdezem, de hogy mikor nyúlt el utoljára bármihez? Iszol még például? Hát még szép, hát ki nem iszol. Inni azt iszol. Persze. Rumozok. Semmi más, ez nem iszol. Rumészivar, ez vagyok én. Hogy azért bennem felmerült, hogy például itt van a bocsánat, nem akarok hülyeséget rosszul idézni, de a Pezsgő, hogy van Pezsgő kurvák, nem Pezsgő kurvák, kokain a címad. Pezsgő kaviár kurvák. Pezsgő kaviár kurvák. Csak baba az itt hallgass, vagy mi történik? De vágod a baba az iszt? Persze, hogy vágom. Igen. Tényleg is feled? És kedveled? Láttam már klipjét, de egyébként tök jó pofán megvannak csinálva a dolgok, a szövegek is, igen. Más világ. Más. Más világ. Más, de jó. Nem csak azért, hogy ebbe a dalba azért vannak, tehát így gyémánt darabokat szívsz fel az orrodba. Hát ez pont erről szól, ez egy görbetükör, ugye? Ugye ezt az olyan benne van, hogy... Tudom, csak én szívtam pólát itthon, nyugalom van gyerekek, meg tartom a titkot, ez az első. Pár ez pont arról szól, ugye, hogy mindenki, életem a hivatalos kokainos itthon Magyarországon, senki más soha nem szívott semmit, meg nem fogyasztott se alkohol, semmi más, csak én, ugye ez ki lett kiáltva, hogy Curtis a kokainos. És ez ugye, kis ez egész, szóval. Meg görbetükör, mert mai, mondom, hát pont erről is beszéltünk, hogy a mai rap közegben azért nagyon a költői túlzás az sokszor előkerül, sokszor van terítéken, és én erre írtam egy, igazából igen, volt aki félreértette, de ez igazából ez egy ilyen kifigurázás. Ez önmagadra reflektált, ahogy téged látnak kívülről egy kicsit. Kicsit kifigurázása lett ezeknek a új arcoknak, meg azoknak, akikben én annyira nem hiszek, meg nem tartok hitelesnek. De amikor például TikTokon szivarozgatva pénzt számolsz, annak mi az üzenete? Semmi, hát ugyan, ezek vicc, ezek idegesítse az embereket. Szóval ez pont az, hogy amit látok mondjuk más előadóktól, hogy ezt miért csinálod, miért csinálsz ilyen hülyeséget? Ja, hogy nem... Azt azért csinálom, hogy bazzeg, mindenki van pénze, úgy értem, aki ebbe a körbe, hogy senkit se érdekel. Hát most nem fogom, nem, na mindegy. Szóval... Ne, ez érdekel, mert közben azért a hip-hop az tényleg arról szól, hogy mutassuk meg, mink van, kocsink, óránk. De itthon nem. Aha. Meg főleg itthon azért nem, mert nagyon sok ember mondjuk nem tudja, hogy holnap mit fog enni. Nem csinálsz ilyet.
mert tiszteletbe tartod azokat az embereket, mondjuk én azokat azért teszem ki, rengeteget jótékonykodunk, van egy jótékonysági foci csapatom, Kabát Peti, Óvádi Laci, akikkel mindig gyűjtünk, most is beiskoláztunk rengeteg gyereket, nyaralni vittünk gyerekeket, most már a karácsonyi focit intézzük. Ezeket, ilyen, én ezeket akarom látni. Nem azt akarom látni, hogy milyen órád van, mennyi pénzt keresel, hanem az, hogy abból, a pénzből mennyit adsz jótékony célra. Azért azt nem mondani, hogy a te klippeid nem lenne azért ongyrázás. De figyelj, ez a hip-hopnak, amúgy nem mindegyikben. Nem mindegyikben, de azért előfordulnak olyan klippek. Nyilván, de mondom, azt várnám már, hogy ezektől az előadóktól egyszer azt is lássam, amit igazából, ami szerintem kötelező lenne. Hogy ha a Jóisten fölemelt téged, és tényleg ilyen szinten élhetünk egy ilyen nehéz világban, mert mellettünk háborúznak, az embereknek nincs mit enni, sőt, itthon is van egy csomó ember, aki napról napra él, hogy csináljál olyan klippet, mert csináljál, de amellett legalább annak a klipnek a 1%-át fordítsd a jó célra. És én ezért csinálok mondjuk nyugodt szívvel olyan klippet. Mert nekem tiszta lelkiismeretem, hogy figyelj, én tudom jól, hogy havonta mennyit segítek embereknek. És innentől kezdve én azt gondolom, hogy nyilván lehetne többet is, meg kevesebbet is, de csak mindenki, legalább tényleg aki arcoskodik és szerepel a pénzzel, felvág arra, hogy milyen órája van, kocsija van, háza van, az tényleg csak havonta 1%-át fordítsa jótékony célra. Ha bárkit választhatnál, hogy ki legyen az ellenfeld a Starbucksban Magyarországról, ki lenne az? Te. Tényleg? Ne. Az a baj, valószínűleg nem tudom, hogy lennék egy súlycsoportban, én ilyen 120 körül vagyok. Most ledagasztott? Ja, értem. Nem, én magamat, de hogy is dagasztott. 110 vagyok. 110 vagy? Akkor lehetne még egy súlycsoportban lenni, de viszont kiütni engem szerintem simán, szóval az nem, nem jó. Nem. Akivel? Bárkit mondhatod? Magyarországról. Legyen az, igen. A Győzikét mondanám, most fölidegesített ez a kamufradistaságával. Győzikét nagyon megvan. Ez a szép a Fradi Újpest ellentétben, hogy azért vannak olyan pontok, ahol még egy Újpest is képes azonosulni egyes fradista véleményével. Hát de az igazság, hogy nekem vannak, nagyon fáj, amit most kimondok, vannak fradista barátaim. Nekem is vannak újpesti barátaim. Amúgy nem fáj, csak szórakozok. Hogy még ők is elítélik ezt. Miért csinálják ezt emberek, például a Győziket? Kubatov Gábor büszkén kiposztolta a képet Győzikéről a Fradi pályán. Ő a Fradinak az elnöke. Azt tudom. És hát ugye a pártigazgatója a Fidesznek. Hát fura minden esetre. Én nem biztos, hogy örülnék, hogyha a klubomnál Győzik ott lenne. Idézni. Na, őt hívnám ki. Lehet, ő meg. Milyen lenne a Győzike megven? Úristen, de ciki lenne. Amúgy is, nem tudom. A fiamat nem tudnám megvenni. Készülsz már egyébként, hogy ez persze, most voltam, pörköltetettem a bédre. Dehogy is. De készülök, persze, a garajra, de túlzásban nem viszem, látom itt, amúgy a többiek sokkal komolyabban veszik, mint én. Hát nekem mondjuk, ahogy mondtad a huligán korszakodból, neked lehet, hogy egy-két saját húzásod, nem? Igen, más azért, ugye az, hogy a meccseken ott, vagy meccsek előtt ott összeverekszel valakivel, meg az, hogy egy rendes sportmérkőzésen, egy küzdősport gálán részt veszel, azért van más felkészülést is követel meg azért az ökölvívás, az egy komoly sport, az ökölvívás. Azért ahhoz tényleg bele kell állni az embernek, nem úgy, ahogy én. Szóval kicsit jobban kéne. Idézek most tőled, 2023. március. Úristen, mit hazudtam. Eredményes kintlétet, miniszter úr, ma este itt New Yorkban adok koncertet a helyi magyaroknak, ha ideje engedés van, kedves szeretettel várom önt, ja, és kedves társaságát. Szijjártó Péternek a fotója le ezt kommentelte. Igen, mert volt már koncertem. Aha. Volt már a Campus Fesztiválon, és láttam, hogy ott van. Összeszek. Nekem egy olyan kicsit keménykedős rappertől egy ilyen fogalmazású komment nagyon furán jött le. Mit írjak a Tupeknél tudod képzelni? Mit írjak a külügyminiszternek? Hát, gyere már tesó, hogy nyilván ez nem írható. Egyébként szerintem az sokkal királyabb volna, hogy Petikém, hogyha itt erre jársz a környéken, nézd már be a koncertre. De hogy ez az, nem írhatsz ilyet egy külügyminiszternek? Egyébként a rapperként, miért ne? Hát ő járt a koncertre, nem te jársz az ő nem tudom, kormányinfóira, vagy ilyesmi. Azért megvan ennek az etikettje, én azt gondolom. És mondom, azért írtam, mert ugye volt a kampuszon, gondoltam, ez egy korrekt gesztus lesz. Elmentsz?
Nem, de így visszaírt. Egyébként a külügyből jöttek az amerikai... Hát mert ugye a Seattle-nál egy csomó diplomata volt, ugye, futszájátékos. Igen. A Löv Zsolti is ugye, aki nekem jó barátom, Vince Otto is jó barátom. Ti még játszottok együtt a Lövvel? Nem játszottam. Ő akkor Kodmuszban volt szerintem, ha jól emlékszem. De hát együtt nőttünk föl is szigeti lakótelep, szóval. Aha, ő azért szép nagy lagítja, ugye most ugye ő a Bayern Münchennek a más edzője, ugye, az a szép karrier. BL győztes. Igen. Így a vége felé azért azt kérdezem tőled, hogy ugye jönni fog, most nyerőpáros elindult, Voice megy, jön a Starbucks, Curtis Live Band, az szintén megy. Lesz egy évig nagy koncert. Meghívlak, eljössz? Eljövök, hogyha meghívsz. December 28-án lesz egy nagy koncert, hamarul. Azt hiszem, a héten már ki lesz az esemény. Majd akkor meglátod, hogy hol. Pesten lesz, jó? Nagy helyen lesz? Nagy. Még nem olyan nagyon nagy, de nagy helyen lesz, jó? Neked most mi a legnagyobb vágyad a saját karrierdel kapcsolatban? Mert tudod, amikor az embernek jól megy a rap, jól megy a tévé, és hozzá a pénz is jól megy, elégedett vagyok most mindennel. A zenekart szeretném még jobban fejleszteni. Szóval elindult a Curtis Live, mindenhol sikeres volt, mindenhol jól létszámmal voltak. Azt szeretném, hogy ugyanarra a szintre kerüljön a Curtis Live, mint amin volt mondjuk a Majka Curtis. Ugyanúgy park, nagy színpad, akkor az összes nagy fesztiválon ott legyünk, akár arénát csinálni. Szóval ez a következő lépés, ezt még szeretném elérni. A többivel minden elégedett vagyok, és nem is kívánhatnék, mondom se, többet már nem is lehet szerepelni ennél, nem is szeretnék, mondom, anyagilag, erkölcsileg, mindenhogy meg vagyok becsülve, és hálás vagyok mindenért. De ugye, és azért a kiadót mondtad, hogy saját kiadót alapítasz. Az jó lesz, az működni fog. Akarom is kérdezni, hogy mi a különbség a Curtis Official és a New Pest Curtis YouTube csatornák között? Ugye, csomó régi klipped, egy másik csatornán van fent. Elmondom, igen, az úgy történt, hogy ugye azt még nagyon régen csináltam, és elfelejtettem a jelszót, és nem tudtam se, hogy nem tudtam hát, hova vannak a jogdíjak akkor? A jogdíj az megvan. Az máshonnan jön. És nem tudtam belépni, és akkor gondoltam, hogy akkor felfrissítem, és akkor az új dolgok már az újra mennek. Nincs egy minden magamnak kiadó. Csinálok. És van kiadó, nyilván, aki a Magneoton, ugye a Jós Istvánék, de például ilyeneket magamnak csináltam, meg mai napig a YouTube, vagy a Facebook, Instagram, neked magamnak csináltam. Neked nincs menedzselet se, PR-osod se, semmi ilyesmi. Semmi. De miért? Hát most már annyi dolgod van, hogy azért itt felmerülhet az, hogy tudod ezt egybe tartani az egészet. Nem tudom. Én így nőttem fel, hogy magamnak csináltam ezeket. Ugye amikor az Újpesten egyedem volt, én azóta ezt magamnak csináltam, én magamnak meg tárgyalni a szponzorokkal. Nem tudom, nekem ez nem terhes, én ezt szeretem. Ha mondjuk jövő nyáron fesztiválokra kerül a Curtis Live, és mondjuk jobb sávval laknak egyszer, mint mondjuk a Majka, és mondjuk ő játszik előtte, akkor oda fogsz szólni neki? Dehogy is, nekem így. Én szeretem a Petit. Jó voltok még? Nem járunk össze, nem. Beszéltünk egyébként, fölköszöntöttük egymást, stb. Múltkor beszéltünk, képzeld el, hogy vagy lemásolták a Belehalokat, egy arab rap csapat, de ugyanaz a dallamvezetés, és akkor ezügyben beszéltünk, hogy hát azért be kéne kopogni jogdíjért, de nyilván most ott kit keresel meg. És akkor erről beszéltünk, hogy én szeretem a Petit, mondom, azt nem szeretem, amit ott csinált. Ennyi. Azon kívül, figyelj, amit mi elértünk Magyarországon, az megkérdőjelezhetetlen és megismételhetetlen. És én a szépre emlékszem. Ennyi. Nekem most a zenekaros produkció tűnik a legfontosabbnak, ahogy mondtad. De azzal nem lehet haknézni. Hát nem is járok. Mert hogy te azért rohadt sokat haknéztál, sőt, én azért olyat hát is... Hát meg volt az oka. Mint olyat is hallottam volna, hogy te azért például vállaltál ilyen magánbulikat is, hogyha mondjuk valaki azt mondta, hogy figyelj, a házi bulimból kell a Curtis, azt végül is meg lehet hát várjál, rendelni. Figyelj, ilyennel most is, hogy vannak nyilván olyan üzletemberek, meg olyan nekem is mondjuk baráti, most van egy barátom, akinek a kisfiának 18. Az más azért, nyilván az más. Elmegyek. Én bizniszre gondolok itt. Meg nekem ezzel nincs bajom. Szóval figyelj, volt régen, nem tudom mi ez a édes 18. szülinap, olyan amerikai, igen. Ott is Puff Daddy lépett föl, meg igen. Ilyenek. Szóval én azt gondolom, hogy ha pénzt akarnak adni, és az tényleg nem kell Big Newsy-nak beöltöznöm, és úgy rappelnem, vagy valami, hanem tényleg ugyanazt kell adnom. A Starman-sztáron. Igen, az a női ruhában. Szóval
Szóval, hogyha magam, ugyanúgy magamat képviseltem, és az nem image romboló most már, akkor az abban nincs semmi, hogy elmegy haknizni az ember. Mondjuk én most már nem haknizok. Nyilvánvalóan vannak olyan, mint például most ez a barátomnak a születésnapjával, meg stb. Ilyenre elmegyek, mert tiszteletből is elmegyek. Például most a Kovács Zolinak voltam az 50. szülinapján, ott vendég voltam, de föl is léptem. Nekem ezzel nincs baj, de már nincs az, hogy nem tudom, hát valamelyik diszkóba Curtis félórás buli, mert csak élő zenekaros nagy koncert. De akkor nyomtál ilyeneket régebben? Igen, de ennek is meg volt az oka, szóval... Mi volt az oka? Hát anyagi dolga volt, szóval nem kerestem annyit az élő zenekaros buli. A Majka Curtis formációban nem kerestem annyit. Én képzeld el, hogy én egyszer hallottam azt rólatok, hogy egy másik nagy zenekarokat menedzselő produkciónak egy emberétől hallottam azt, hogy te, amúgy ezek a majkák idióták, meg ezek annyira lépnek fel, a dupláért felléphetnének, de szerintem nem érzik még, hogy mennyire léphetnének fel, és ahhoz képest, hogy mennyire mennek el rá, nem kérnek olyan sok pénzt. Nem, is, nem ez volt a baj, hanem hogy nem, szóval nem ugyanannyit kerestünk a Petivel se. Hoppá, az mondjuk, hogy meg tud mérgezni egy kapcsolatot. Igen, de ezt is elengedtem, ez igazából az én, amikor elkezdtük, már eleve úgy volt a megállapodás, hogy Peti többet keres, nyilván ő volt az ismert, stb., akkor még nem láttam ebből bele. És ahogy telt múlt az idő, én ezzel nem akartam konfrontálódni, nem mentem bele, és ez így is maradt, és aztán ez a szakadék egyre nagyobb lett. És nyilvánvalóan azért hiányzott az a pénz, szóval én sem hakniztam volna, meg csak akkor még nem volt, tévé se volt, ugye most már azért tévé, ugye a Petinek is azért az egy elég erős bevételi forrás volt már akkor is, most már nekem is azért ott a tévé elég erősen, és emellett a nagy koncertek meg ugyanúgy jól fizetnek, és jól is érzem magam. Utolsó kilépős kérdés, mi lesz előbb, Újpestnek bajnoki címe, vagy új Curtis nagy lemez, rendes album? Hát nem tudom, hát remélem, hogy a bajnoki cím. A nagylemez az nem tudom, hogy lesz-e. Nem hiszen tudom, még te ebben egyáltalán? Nem. Én azt néztem, hogy neked van két nagylemezed a Spotify szerint összesen, van még EP-d mondjuk, de hogy így, ahhoz képest, hogy te ezt már csinálod 10x éve. Én a dalokba hiszek. Az a baj nekem, hogy most ez is nagyképűen fog hangozni, de hogy kiadsz egy lemezt, és egy csomó jó dal így elveszik rajta. Inkább kiadom külön dalokba, és akkor nagyobb hype-ot kap, vagy több embert ér el. Mint egy lemezen lehet, hogy egy tök jó dal, nem fognak meghallgatni annyian, mert találnak rajta egy jobbat, vagy valami. Csak egy albummal lehet mondjuk turnéztatni egy albumot, akkor köré húzni egy promóciós kampányt. Van már annyi sláger, amivel hál' Isten tudunk buliztatni meg. Mert nekem mindig vannak azért én évente, most jönni fog jó pár dal, vagy 4-5 dal jön. Van olyan arc, aki nagyon szeretnék az számot? És még nem jött össze? Hát most nyáron összejött ugye a Charlie, nekem az nagy álma volt. Nekem az nagyon nagy. Amúgy ez egy érdekes, abban a számban az a legizgibb szerintem, hogy a Charlie alá egy olyan alapot, olyan dobalapot raktatok, ami szerintem tökre eltér az ilyen Charlie hangzástól. Igen. És nekem nagyon meglepő volt, amit te bele szoktál folyni az alapoknak a... Mindenbe. Szóval azokat, mert néztem Spotify-on, és nincs feltüntetve, ki csinálják az hogy alapokat. Pedig csak Curtis van jelentve. Aha. Vig Arnolddal csinálom amúgy a zenéket, vagy aki a zenekar vezetője is nálam, ő vele dolgozok együtt, és együtt találjuk ki, de nagyon sok persze, pont ezt szereti bennem, hogy nem az, hogy ezt szeretném, csináld meg, hanem én, hát mondjuk, ez mondjuk valahol nem is jó neki, de hogy én mindenbe beleszólok. Hanem az, hogy vásárolsz beateket, hanem ott tűz mellette, és mindenkit tartok együtt. Meg hát itt majdnem minden hangszere van följátszva, meg még amik olyan hangzások, az is szintivel van följátszva, nem loopok, meg stb. Kezdesz beleszeretni a hangszere zenével? Hát ez fontos szerintem. Szóval azt mondod, hogy most jutott arra a szintre, hogy lehet, hogy ezt a kicsit... Ez már régebben is így készültek a dalok nálunk. Hogy hangszeresen? Hangszerre, persze, föl van minden játszva. Bánat, hogy nem tanultál hangszeren? Nagyon. Zongorázni nagyon megtanulnék, mert az úgy kinyitná a világot, meg úgy annyiféle új ötletet tudnék még kitalálni, azt nagyon bánom. De szeretném, hogy a kisfiam tanuljon azt is. Ezt akarom kérdezni, hogy minek jobban, hogyha focista akar lenni, vagy hogyha zenész? Anna, focista. Inkább focista legyen.
Attila, köszönöm szépen, hogy voltál a műsorban. Én köszönöm a meghívást. Széki Attila Curtis, ha tetszett a műsor, akkor iratkozzatok fel, nézzetek a Voice-t, nyerőpárost, hamarosan a Starbucks-ot. Csak kapcsoljatok az RTL-re, akkor láttok. Igen, igen, most akkor igen, az van, hogyha van otthon tévétek és van RTL rajta, akkor Curtis-szel fogtok találkozni. Nézzétek. Ez a decemberben nagy koncert, ugye, amit mondtál. Még egyszer köszönjük, hogy eljöttél műsorba. Én is köszönöm a meghívást, jól éreztem magam. Én is nagyon jól éreztem magam. Köszönöm a figyelmet, és ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, és csatlakozzatok a zárt Facebook csoportunkhoz. Én Sajó Dávid voltam, jövök hamarosan új témákkal és új vendégekkel. Sziasztok! Ahó, zajlik az élet, de te még ilyenkor is gondolsz a holnapra, mert tudod, mindig van miért félretenni. Csak higgy magadban. Az Erste már hisz benned, és segít megtalálni a hozzád illő befektetést vagy megtakarítást az erstebank.hu/félreteszek oldalon. Vágj bele már pár ezer forinttal.